Jó napot kívánok, kedves nézőink, innen a Dagonyi Szüreti rendezvény helyszínéről, ahonnan a nap eseményeit követjük figyelemmel a szürethez. Természetesen színes programok is társulnak. Erről kérdezem a falu polgármesterét, Sikasztó Károlyt. Tikasztó. Bocsánat, Tikasztó Károlyt. Nem, a hőség Tikasztó, pedig október eleje van. Én Sikasztó vagyok. Bocsánat, tehát akkor Sikasztó Károlyt. Zsoltér Imre vagyok. Akkor meg miért mondta, hogy Sikasztó? Őszinte riportot kértek, én meg ma ittam is, úgyhogy... Hogyan zajlik itt hagyományosan Dagonyon a szüret? Ha először is kimegyünk a szőlőbe, ott nagyon hamar bebarangoljuk a környéket. Milyen programokkal várják a közönséget? Ja, színes programokkal várjuk őket. Lesz Rózsa Magli, Majka, Ákos, Demjén Ferenc. Bocsánat, őket hol láthatjuk ma? YouTube-on, már nincs pénz rájuk. Kedves nézőink, hallgassunk bele, hogy mi zajlik a színpadon. Tisztelt nézőink, én Mamusné Fogas Patrícia kultúrfelelős vagyok. Én pedig Johann Sebastian István, vagy ahogy mindenki ismer, Nagy Béla vagyok, és a mai napon én fogok Patriciával közösen műsort vezetni. Hamarosan kezdődik a Pokol Démonai Halálmetál Együttes vidám zenés gyermekműsora. Ezt követi a Wuhani Halpiac gasztrósója. 16 óra 23 perctől a sarki Arizona Presszóból már ismert Imre és Marcsi művészházas pár Hagyjá béki becímű előadását tekinthetik meg azok, akik még nem hallották az ablakuk alatt. Azoknak, akiket érdekel, meg akiket nem, mondom, hogy a színpad mellett van lufi hajtogatás is. Lufi. Mint hallják, Lufi. Nagy Gergő reggel óta ezt hajtogatja. Lufi. Most pedig felkérem ifjabb Glutén Károly alpolgármester urat, mondja el ünnepi beszédét, amit új évkor kellett volna. Kedves nézőink, az alpolgármester úr még nem teljesen jó, kész a beszédével. Addig Zsírosin és Sovány Teréziával beszélgetett, aki a szüret rejtelmeibe és hagyományaiba avat be minket, Terike látom már nagyban szüretel, mire kell ilyenkor a legjobban figyelni? Hát a férjemre, mert ha üveget lát, elveszíti a kontrollt. Ha jól látom, ott a szüret egyik kelléke, a kacor, azaz a görbe szüretelő kés az ön kezében. Ami hamarosan a férjembe lesz, mert megyen már az üveg felé a ganaj. István, gyere el onnan, mert hátba szúrlak megint, mint egy órája. Hogyan szórakoztatják magukat az asszonyok szüret közben? Hát például vizet töltünk egy üvegbe, és kitesszük az asztalra, aztán várunk, hogy az uram észrevegye. Tavaly, amikor beleívott, egy mondatba belesűrítette Mucsi Zoltán teljes életrajzát. Aztán meg igen szeretünk még szüret közben énekelni. Énekelne most nekünk valami szép szüreti népdalt? Hát már hogy a búbánatos lóf, ezért, ahogy már hogy... Természetesen. Nem. Éli, ha jól vász, szüretelni nem szabad, mert a legény azonnal mögét szalad. Figyelmétlen volt a Mari nővére, mert a szőlőn kívül másnak is van tőkéje. Hát köszönjük szépen! Ebből a szép dalból is kitűnik, hogy az asszonyok itt vidéken mennyire őrzik a hagyományokat, a magyar nyelv szépségének ápolását. Terje, anyára, nem hova hozzá, majd már segbe rúlak, elszállsz, ma putrajod le együtt, aztán te leszel a Dagonyi vasembere. Gyere ma! Na. Akkor úgy látom, alpolgármester úr készen van, hallgassák meg őtetet. Kedves jelenlévők, tisztelt itt lévők, a mai nap nagy nap.
A mai nap olyan nagy, hogy minden más napot kitakar, így a kisebb napok alig látszanak ki alóla. Ez a nap más. Más, mert ez egy meleg nap. Ha visszaemlékszünk a tavalyi évre, akkor nem ittunk eleget. Feleségem azt kérdezte ma tőlem, hogy a pálinkázás és a borozás után ettem-e legalább egy kanálnyi levest. Mondom, kanálnyit nem, inkább egy villányit. Én kívánok önöknek, nektek, magoknak kellemes szórakozást, kívánok minden jót, és kívánok mindent, ami párlat. Kedves vendégeink, akik a kispályás fotbalt szeretnék nézni, azoknak mondom, hogy az alábbi csapatok lépnek pályára, a Lazio, a Real Morbid, a Borussia és a Winchester United. A fődíj egy kétnapos hosszú hétvége a Thermal Hotel Metallica Vemhes szállóban, amely nemrég nyitotta meg kapuit, mert oda benn már nem volt jó a levegő. Gyertek, meg kezdődik a futball. Jaj, halljak, meg fémbő van a kapu. Lanza, Falme, gyertek ide gyorsan, na. Most pedig a Ropogó Böske általános iskola alsó tagozatosainak verses összeállítása következik. Felkészítő tanárok Bajuszné, Szakál Beáta. Vári Zoltán, őszidő. Hulla körte, hulla szilva, apám, anyám bepuszilva. Itt a szőlő, ott az alma, apám, anyám levansz. Itt a alma, ott a körte. Nagyanyámnak lába görbe, hulla szőlő, hulla dinnye, nagy hülyeség, húha hinnye. Zacskós Katalin, négy évszak. Szüretelünk, jó a szőlő, mosolygósnak látszik, a földön ül egy hülye gyerek, s a kocsányával játszik. Apukámnak totál mindegy, hogy tavasszal vagy ősszel, csípős lecsó pálinkával a szaladt teljes gőzzel. Itt van a nyár, itt van újra, mondjuk majd tavasszal. De ősszel is kész dugványozni egy manó jó nagy fa... Elnézést, a ringlis pil home van, mert a gyerek nagyon föl van pörögve. Hát nem, nem értekli. Forma egyes. Jaj, ma otthon el muskotálk a gyertek. És akkor most elérkeztünk, kedves vendégeink, a mai műsor egyik legjobban várt műsorszámához. Látom, már hárman is ülnek a nézőtéren, mert több székünk nincs. A színpadon Zacskós Sanyi és Girosz Bandi, azaz a lendületzenekar. Estét kívánok! Szeretetek köszöntöm Önöket! Ülök a szobámban, nem bírom tovább, és a fájó bús emlékezés. De ha egyszer, drágám, lassan fény dereng, így hát kedves pereg a homok. Valaki összekeverte. Nem tudom, hogy elviszed-e megállítani, álmaidban téged látlak én. Utoljára azt kívánom, álmaidban téged látlak, pókhálóban már az ablakon. Ülök a szobámban, csak pereg-pereg, és az utcán tovább szenvedek. Elmegyek én akkor, és visszajövök, hogy te mással nagyon boldog légy. Gyere vissza hozzám, üres nélküled a világ. Elemészt a magány, ha nem gyűsz vissza hozzám neki. Látod, kétségek között ülök, mert a végrehajtó elvitte a sezlont. Gyere vissza hozzám, várok én rejád. Szeretlek, jöjj vissza. Műsorunk CD-n és kazettán hamisítva megvásárolható. Köszönjük!